amiről szeretnék nektek beszélni, az kifejezetten az elsőéves hallgatóknak létrehozott program. Ez az a felsőoktatási mentorhálózat, és már 2005 óta működik. A hallgatói önkormányzatok országos konferenciája működteti ezt a programot. Régiókra van osztva az ország, és mi vagyunk az Észak-Magyarországi régió, illetve még az Észak-Magyarországi régió is két intézményi központtal működik. Az egyik az itt van nálunk Egerben, ennek én vagyok a régió koordinátora, és minden egyes régióban mentorok segítik az első éves hallgatókat. Jelentkezés útján lehet bekerülni ebbe a programba, és ennek fő célja az, hogy elsősorban hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóknak segítsük az első évét, a beiratkozást, a pályázatok elnyerését, illetve a tanulmányi ügyekben is segítséget nyújtanak a mentorok, akik pedig felsőéves hallgatók, lehetőség szerint azonos karról vagy szakról is vannak, mint a jelentkezett mentoráltak. Ők segítenek nektek beiratkozásnál is, már most az első héten is van programunk is, illetve aki már jelentkezett mentoráltként ebbe a programba, az már a héten találkozhat a mentoraival, már több találkozó meg van beszélve erre a hétre, illetve még 18-áig van lehetőség jelentkezni a programba, és ezek után is, hogy lezajlik a pótjelentkezés, rengeteg programmal fogunk készülni a jelentkező elsőéves hallgatóknak. Mint láthatjátok, már a tárgyfelvételben is segítséget nyújtanak a mentorok, ugye ez most már a héten ugye esedékes lesz, illetve majd a vizsgai időszakban is ott lesznek a mentoráltak mellett, és ami még nagyon fontos most így ősszel, az ösztöndíjak megpályázása. A mentoroknak az a dolga, hogy tájékozottak legyenek az összes aktuális pályázattal kapcsolatban, és segítsenek ezeknek a megpályázásában, illetve tanulmányokban is olyan szinten tudnak segíteni, hogy az oktatókkal a kapcsolat felvétel, vagy az ügyintézőkkel, illetve akár a jegyzetek beszerzésével kapcsolatban is tudnak nektek hasznos információkat nyújtani. És fontos, hogy az egyetemi életbe való beilleszkedést is segítik, amit pedig programokkal támogatunk. Vannak országos programok, a legkorábbi az ősszel kerül megszervezésre, ha minden jól megy, akkor ez októberben fog megtörténni, és tervezett helyszíne Pécs. Azért úgy gondolom, hogy magatoktól nem biztos, hogy aki itt az északi régióban él, hogy eljutna Pécsre csak azért, hogy részt vegyen egy ilyen programon. Ezek fontos, hogy térítésmentesen zajlanak, tehát neked, hogyha jelentkezel a programba, akkor nincs ezzel különösebb költséged. Annyi, hogy el kell jönni, jól kell érezni magad, nagyon változatos programokkal szoktunk készülni, illetve régiós rendezvényeket szervezünk számotokra. Ez már most ősszel elkezdődik. Az első programunk az már a holnapi napon megszervezésre kerül. Ez egy épülettúra lesz, ami reményeink szerint holnap 4 órakor a Líceum elől fog indulni. Erről a mai napon még a Facebook oldalunkon részletes tájékoztatást fogunk nyújtani. Ez egy ilyen vetélkedő lenne, amivel szeretnénk nektek bemutatni a kampusznak az épületeit. Elsősorban azokat várjuk, akik érdeklődnek a program iránt, de hogyha csak a program így megtetszett első hallásra, akkor tényleg szívesen látunk titeket. Fontos még, hogy a mentorprogramon belül tanulmányi kirándulásokat és tanácsadást is tudunk nyújtani igény szerint, és még egyszer kiemelném, hogy mindez az összes program térintésmentesen zajlik, és legalább 2 régiós programmal fogunk titeket várni az éven. És igazából ennyi is lett volna, amit én szerettem nektek elmondani. Ami még nagyon fontos, hogy ha mentek majd át az Agriatiszbe, akkor ott lesz mentor, aki további tájékoztatást tud nektek nyújtani. Az előtérben fog rátok várni, hogyha tényleg bármilyen kérdés van, akkor azt javaslom, hogy hozzáforduljatok majd. És az épületújára akkor várunk titeket, és a honlapunkon tudtok jelentkezni még 18-áig ebbe a programba, és valóban aki nem illik bele a hátrányos helyzet, vagy hangzott a hátrányos helyzetű kategóriába, azokat is nagyon nagy szeretettel várjuk ebbe a programba. Köszönöm szépen a figyelmet!